Hány fővel érkeztek idén Lentibe? 43 gyermek és 5 pedagógus. Hogyan értékelik a szálláshelyüket idén? Nagyon jó a szálláshelyünk, ugyanott vagyunk a Móricz Zsigmond egymiben, ahol tavaly is voltunk, és kitűnő az ellátásunk. Annyi finomságot, gyümölcsöt, uzsonnát, 10 órait kapunk, hogy az valami hihetetlen ellátás, tehát nem ehhez vagyunk hozzászokva. Polgármester úr, hogyan alakult az idei táboroztatás? Én úgy gondolom, hogy jól, hosszas előkészítés előzte meg, úgy az általános iskolák, mint az önkormányzat részéről, hiszen Terézvárosban is, illetve Lentiben is szervezték az iskolák, a pedagógusok azokat a csoportokat, azokat a gyerekeket, akik szándékoztak egyrészt itt Lentiben Budapestről, Terézvárosból, másrészt pedig innen Lentiből a Dunabogdányi táborban egy 5 napos országismereti túrán, hogy így mondjam, részt venni. És ezúton is szeretném megköszönni az iskolák és a pedagógusok segítségét. Szeretném megköszönni azoknak a segítségét is, akik az itteni elhelyezésében a terézvárosi gyerekeknek együttműködtek, közreműködtek a Móricz Zsigmond egymi igazgatójának, munkatársainak, a lakásotthonoknak, hogy a gyerekek megfelelő elhelyezést kapnak, és megfelelő ellátást is kapnak, hiszen aki járta a mi gyerekeink közül Dunabogdányban tudja, hogy ott nagyon szép környezet, nagyon extra körülmények várják a gyerekeket, nem is beszélve arról, hogy megismerhetik a Dunakanyar. Itt a 43 gyerek, aki érkezett 6 felnőtt kíséretével, a felnőttek nagy része már többedik alkalommal vesz részt ezen a túrán, és ismerik a környéket, tudják, hogy a gyerekeknek milyen programot állítsanak össze, és igyekeznek úgy összeállítani a programot, hogy a gyerekek egyrészt a Délnyugat-Magyarország nevezetességeit láthassák, az épített, illetve természetes környezetet megcsodálhassák, és ha van rá idejük, akkor átmehessenek akár Szlovéniában is Lendvára egyet körülnézni, és mi pedig igyekszünk megmutatni nekik Lentiből mindazt, amit szeretnénk, meg amit úgy gondolunk, hogy úgy fogadnak a gyerekek, hogy utána nem csak ők, hanem a szüleik és az ismerőseik is vissza fognak majd térni hozzánk. Milyen programot állítottak össze a táborozás idejére? Olyan programokat állítottunk össze, amivel a Lenti nevezetességeit is megismerik a gyerekek, illetve itt a gyönyörű szép környéket. Kicsit sokat buszoztunk ehhez, de szerintem megérte. Tehát például ma délután lesz egy olyan vetélkedő, amiben a gyerekek megismerkednek ugye Lenti nevezetességeivel. Még hétfőn az érkezésünk napján elmentünk Kaszóra, és a lomtanőstvényt megtekintettük, ami ugye egy kuriózum. Kedden voltunk a Szőcei Lápréten, és délután meg elmentünk a Kemeneshát vulkánparkba, Celldömölkre, illetve a Sághegyet bejártuk. Ma ugye itt vagyunk a strandon, ami az egyik legjobb program, holnap pedig a Zobori kalandparkba megyünk. Hogyan érezték magukat eddig, összehasonlítva az előző évekkel? Ma kérdeztem meg pont a gyerekeket, hogy hogyan érzik magukat, hiszen most nagyon sok olyan gyerek érkezett, aki még eddig nem volt Lentiben, illetve most mind az 5 iskola, amelyik Terézvárosban van, képviseltette magát, és azt mondták, hogy kitűnően érezték magukat. Akik most 8-osok, azt mondták, hogy ők nagyon sajnálják, hogy jövőre nem jöhetnek.